Kevés a munkalehetőség Hunyad megyében a bányák csökkentett intenzitású működése miatt. Azok a fiatalok, akik más városba mennek tanulni, ritkán térnek haza, így a lakosságot az előregedés veszélyezteti. Farsangibára készülnek a Petrozsényi Jézus Szíve iskola diákjai. A környéken csak 8. osztályig van magyar oktatás, így a gyerekek kénytelenek más városokba menni tanulni, és legtöbbjük nem tér haza dolgozni. Azt hiszem, hogy Tusnádra fogok elmenni, majd ottan a liceumhoz, és onnantól majd az egyetemre, Kolozsvára. Ha lehetséges, itt maradok, ha kapok jó munkahelyet, és ha nem, elköltözök. A fő problémát a munkahelyek hiánya jelenti, mely egyaránt érinti a román és a magyar lakosságot, de hangsúlyozottan hozzájárul a szorvány magyarság fogyásához. A Hunyad megyei ifjúsági tanács igyekszik minél több fiatalt megmozgatni, és bár az ifjúsági élet aktív, a problémákat ők is érzékelik. Van felkészítési lehetőségük, van elhelyezkedési lehetőségük, de azért van, aki úgy dönt, mint ahogy mondom, a román többség közül is rájuk is jellemző, hogy akkor nem térnek vissza, vagy csak amiután egy ideig máshol dolgoztak. A rendszerváltáskor a bányaipar Romániában körülbelül 60 ezer embert foglalkoztatott, a szakemberek nagy részét Petrozsényban képezték, így az ifjúsági élet is virágzott. Mára azonban nagyon sok bányát bezártak. Itt a Zsilvölgyébe pedig nagyon összezsugorodott, tehát 40 ezer alkalmazottról lecsökkent 4000-re a létszám, a termelés pedig évi 50 millió tonnáról évi 2 millió tonnára. Az iskolákban és az ifjúsági tanácsban egyaránt igyekeznek erősíteni a fiatalok magyarság tudatát. Bevonják őket a Hunyad megyei Magyar Napok szervezésébe, cseretáboroztatást szerveznek székelyföldi és magyarországi településekkel, de az iskolai programokra is hangsúlyt fektetnek.